Birkás Bencével beszélgetünk, aki a Nemzeti Infokommunikáció Szolgáltató ZRT-nél internetbiztonsággal foglalkozik, és hát már nagyon régóta a Safer Internet Program Magyarországi Konzorciumának egyik munkatársa. Mi történt az elmúlt két évben, amikor utoljára így beszélgethettünk ezen a konferencián? Miket látsz a legfontosabb változásoknak a konzorcium életében? Először is azt szeretném kiemelni ezzel kapcsolatban, hogy kb. Két éve volt az, hogy ez a biztonságos internet hotline megalakult. Tehát akkor úgymond frissként tapasztalatokat gyűjtöttünk, káros illegális tartalmak elemzésével, eltávolítási lehetőségeivel kapcsolatban. Ehhez képest mára, ugye két évvel később, arról tudok beszámolni, egy jól kiépült folyamataink által felvételt szereztünk ugye a Nemzetközi Hotline-ok Szövetségébe, az INHOP-ba, és úgy gondolom, hogy megbízható szolgáltatást nyújtunk az állampolgárok felé. Miketnek a szolgáltatásnak a tapasztalatai két év távlatából? Talán azt emelném ki, hogy a bejelentések száma nagyjából beállt egy olyan 100-150 bejelentés per hóra. Mindenféle kategóriában jelentenek be az állampolgárok, azonban egyre pontosabban teszik ezt. Jellemzően megjelennek, tehát viszonylag magas számban jelennek meg a zaklatással kapcsolatos bejelentések, illetve a pedofil tartalmakkal kapcsolatosak is. És ez mit jelent, rögtön tudtok is cselekedni? Tehát mondjuk egy pedofil tartalommal kapcsolatban mennyi az átfutási idő a bejelentéstől számítva, míg ugye oda kerülünk, hogy ez mondjuk eltávolításra kerül? Kettős feladata van ilyenkor a hotline-nak. Ugye együttműködésben dolgozunk a Budapesti Rendőrfőkapitánysággal, amelynek értelmében minden egyes magyar illetékességű pedofil tartalmat be kell jelentenünk, nekik jelentünk be. Ők ezek után ezeket a tartalmakat megvizsgálják, és lépnek a megfelelő irányba, ugye hatóságként fellépve. A másik lépés, amit ugye az Európai Bizottság követel meg tőlünk, az az, hogy amennyiben ilyen tartalmak Magyarországon vannak, Magyarországon kerülnek hosztolásra, akkor ezek eltűnjenek a lehető legrövidebb időn belül. És ugye ez azzal a problémával jár, hogy amíg a rendőrség kivizsgálja az ügyeket, addig ezek a tartalmak nagyrészt online maradnak. Tehát nekünk azzal kapcsolatban kellett kicsit változtatni a szemléletünkön, hogy hamarabb értesítjük ugye a kiszolgáló szervezeteket, hogy ezek a tartalmak már pedig kerüljenek, ha nem is eltávolításra, illetve ne legyenek hozzáférhetőek, hogy később a rendőrök azért a bizonyítékokat össze tudják gyűjteni. Tehát mi korábban egy-egy tartalom akár egy hétig vagy hetekig a feljelentés után online maradt. Most már elmondhatom, hogy ez maximum napok kérdése. A konferencián eddig látott témakörök közül mit gondolsz, melyek azok a legizgalmasabb témakörök, azok a hat topikok, amelyek szerinted az elkövetkezendő hónapokban meghatározhatják akár a közbeszédet, akár a tudományos diskurzust? A hosszú idő óta visszatérő téma ugye ez a cyberbullying, vagy az online zaklatás, vagy egyáltalán a zaklatás. Ez téma volt két évvel ezelőtt, és ez téma, ugye ez aktuális téma most is. Ezek olyan témák, amik nemzetközi konferenciákon is mindig előkerülnek. Szerintem ugye a tudatosításra nagy szükség van, mert amennyiben a felhasználók, legyen szó itt mondjuk gyerekekről, akik ugye Facebookon ott vannak és már idősebbek 13 évnél, tudják, hogy hogyan kell a megfelelő beállításokat megcsinálni a Facebookon ahhoz, hogy ne tudják őket bejelölgetni, hogy csak azoknak posztoljanak, akiknek szeretnének, és hogyan lehet letiltani felhasználókat. Ez, hogyha megfelelő tudatosítási programokon keresztül elér ez az üzenet ugye ezekhez a felhasználókhoz, akkor azt hiszem, hogy elértük a célunkat. Köszönöm szépen a beszélgetést!